hogyan is tudod ezt alkalmazni, nem mondhatod neki csak ezt olyan könnyen, vagy mi nem Isten, mi nem fixálja egyből ezt az egészet. Szóval, hogy ez nem egy ilyen játék igazából. Good? So what we could do is tell them something that might make them feel better. Amit tudunk tenni, azt valami olyasmit mondani nekik, amitől jobban érzik. Which is not true. Ami nem igaz. People tell all kinds of pretty lies. Tehát az emberek nagyon sok ilyenféle, which keep people in bondage. Ami ilyenféle hazugságokat mondanak, és csak kötelékbe tartják őket. The only revelation we have, true revelation we have of God's will. Az igazi kijelentés, ami van nekünk, az Isten akarata. And we can't look anywhere else other than that. Nem nézhetünk senkit ezen kívül. Is Jesus. Csak Jézus a válasz, vagy Jézuson keresztül nézhetjük. So as believers in Jesus, we have to look to him as the author and finisher of our faith. Tehát Jézust kell látnunk a hitünk kezdőjének, meg bevégzőjének. And look to what he said and showed about sickness. És úgy nézni, amit ő mondott, és azt mutatni, amit ő mutat a betegeknek. And all we can see from his life, és amit tudunk látni, az az ő élete, is that sickness was never the Father's will. Az ő életében, hogy a betegség soha nem volt az Atya akarata. Because if it was the Father's will, mivel hogyha ez az Atya akarata lett volna, then Jesus' life was in contradiction. Akkor Jézus élete teljesen ellentétes lett volna az Atya akaratának. There was never a time when somebody came up to Jesus, soha nem volt olyan, amikor valaki Jézushoz jött, and said, Lord, heal me, és azt mondja, Uram, gyógyíts meg, that he said, well, I'm not sure if the Father wants to heal you right now. Nem vagyok biztos benne, hogy ez az Atya akarata, hogy gyógyítson. Maybe if you repent and come back and see me next week. Talán ha megtérsz és visszajössz néhány hét múlva. Or maybe if you pray and fast long enough. Hogyha imádkozol és bőtözöl hosszan. Then his will might change by your action. Akkor talán az ő akarata megváltoztatja az én cselekedetemet. So quite often people are teaching about some abstract view of God. Szóval néha az emberek egy nagyon egy elvont Istenről beszélnek. Some abstract God's sovereign will. És ez az elvont Istennek a szuverén akarata. Which doesn't agree with the gospel. Ami viszont nincs összhangban az evangéliummal. So all we can do is look to Jesus. Amit tudunk csinálni, az, hogy nézzük mindig Jézust. And if somebody is going through something, és hogyha valaki nehéz dolgokon megy keresztül, we never throw it on them and say, this is because of. És soha nem dobjuk rá azt, hogy ez azért van, mert valami ilyen meg olyan van az életben. What we as brothers and sisters do, mi testvérek vagyunk, is get down on our hands and knees. És amit csinálni tudunk az, hogy letérdelünk mellé, be with them, és velük vagyunk, take our authority and power, és hatalmat és tekintét veszünk, to try to see them set free. Hogy szabaddá tegyük őket. But what's happening quite often, ami gyakran történik, is that people say, well, I'll pray for you. És amikor az emberek azt mondják, hogy ó, imádkozom érted. And they might. És they might walk away, but they'll pray a prayer. Elmennek, és God, if it's your will, please heal this és person. És akkor imádkoznak egy ilyenféle imád, hogy Uram, hogyha te akaratod. But that's a prayer coming from the place of doubt. De ez az ima, ez a kételkedésből fakad. And that implies something about God. És ez valamit alkalmaz Istennek kapcsolatba, utaló Istenre. That he's disinterested and his will is, well, it's not really known. Hogy ő nem igazán érdekelt ebben a dologban, és nem én mondjuk olyan biztos. And it takes away responsibility from the child of God. És ez elveszi a felelősséget rólunk, mint Isten gyerekeiről. We have a responsibility for our brothers and sisters. Mi felelősek vagyunk az testvéreink. Oh, we are brothers keepers. Mi vagyunk azok, akik megtartjuk egymást. That was Abel's question, or Cain's question about Abel. Ez volt ugye Kainhoz intézett, Kainhoz intézett kérdése Istennek. Coming from a situation of conflict and disinterest. Tehát ami ugye egy ilyen konfliktus helyzetből envy fakad. Envy and strife. Bármilyen ilyen ugye irigység, igen, meg küzdharcolás egymással. But Jesus came to reveal the true brotherhood. De Jézus azért jött, hogy kijelentse az igazi testvérséget, az igazi Isten családját. That we are responsible for one another. Hogy mi felelősek vagyunk egymásért. And that we're one body. Hogy mi egy test vagyunk.
So there's no separation between you and anyone else. Nincsen elválasztódás köztem. Paul talks specifically about that. Pál erről beszél. So that we co-suffer with one another. Hogy mi együtt szenvedünk egymással. So we are responsible for other people's pain. Hogy mi felelősek vagyunk más emberek fájdalmáért. To see them set free as children of God. Hogy lássuk őket megszabadultak, mint Isten. Not so that we can boast in ourselves. Nem azért, hogy mi büszkék legyünk magunkra. But so that we can reveal the face of God. Hanem hogy igazából kijelentsük Istennek az arcát. Not as a disinterested abstract God. Nem egy ilyen aki nem érdekelte egy elmúlt Isten. But the one who's living and working and flowing through us. Hanem az, aki bennünk él és dolgozik rajtunk keresztül. And in that same person's life. És ebben az emberek az életében is. So when somebody is going through suffering, really going through stuff. Valaki tényleg szenvedéseken megy keresztül, igazán komoly dolgokon. That is a time where perhaps silence in love is the best. Amikor talán leginkább a csend és a szeretet a legjobb. And being with the person. És vele lenni azzal a személlyel. And being a real brother and sister to the person. És igazi testvére lenni annak a személynek. And just saying, God loves you. És csak azt mondani, hogy Isten szeret téged. And your father doesn't want this in your life. És az atya nem akarja. Your father loves you more than he loves himself. Az atya jobban szeret téged, mint saját magát. And he's not teaching you a lesson through this. És ez nem egy lecka. He wants you to be free. Tanítani akar rajta keresztül, azt akar, hogy szabad legyél. Let's keep going forward to bring that freedom so it manifests in your life. Menjünk azért, hogy ez a szabadulás átmenjen rajta keresztül. I'm here for you to endure with you. Itt vagyok veled, érted, hogy ez megtörténjen. I'm not going to give up on you. Soha nem adom fel. Not for a second am I going to give up on you. Még egy másodperc sem fogom feladni. Let's do this together. Csináljuk együtt. Because I love you. Mivel én szeretlek téged. Thank you. I can testify to everything within my life. Hasonló erről bizonyságot tudok tenni az életemben. My mom had cancer. Az anyukának rákja volt. For 20 years. 20 évig. She for the last 2 years. Az utolsó két évben. It came back in severely. Súlyosabban megjelent, előjött. The first year. Az első évben. There was so much hope. Nagyon sok reményünk volt. Okay. We believed. Hittünk. All things mindenbe, are possible. Hogy minden lehetséges. My mom believed in miracles. A anyukám hitt a csodában. And we pursued it together daily. És naponta mentünk érte. I became beside her and prayed. Hogy ugye vele voltam, imádkoztunk. We began to see the healing. És akkor kezdtük látni a gyógyulást. Okay. And throughout a year. Egy év múlva. The cancer decreased. És a rák így ment összecsökken. And so we were going for the last scan. És akkor az utolsó ilyen felvételre mentünk. And we were believing it was going to be completely gone. Abba hittünk, hogy teljesen meggyógyult és nem lesz ott. And the cancers that we were ministering to. És a rák, ami felé szolgáltuk, vagy imádkoztunk el. Were completely gone. És teljesen megszűnt, eltűnt. Sadly, igen, szomorúságunkra. A whole new set of cancers. És akkor egy új típusú rákok jöttek. Attacked the brain. Az agyát támadták meg. Over the next year. A következő éven keresztül. She lost hope. Elveszette reményét. I lost hope. Én is. And there was no one beside me. És senki nem volt mellettem. To give me strength. Hogy megerősítsen engem. Okay. So I had plenty of people. És nagyon sok ember vett körül. Comforting me, saying maybe it's God's will. Aki így bátorított engem, hogy lehet, hogy ez Isten akarata. That did not help. De megtagadták a segítséget. That was just sympathy. De ez nem volt segítség, ez csak egy ilyen együttérzés volt. In reality, I needed someone to come beside me. A valóságban arra volt szükség, hogy valaki mellém álljon és segítsen nekem. And come, and lift me up. És felemeljen engem. And give us hope. És reményt adjon. Faith. Hitet. And love. Szeretet. Okay. Sympathy will keep you in the sickness.
az egyszerű szimpátia az a betegségben tart téged. Faith and hope, a hit és a remény, will give you life, az életet ad neked. And love will set you free. És ez a szeretet tesz téged szabaddá. Okay. So yeah. So my mom died. És az anyukám meghalt. Because I went to the ministers. Mivel nem mentem szolgálókhoz. It's not because of them. Okay, nem ezért volt. But there was no one around. Mivel nem volt senki körülöttünk. Willing to do anything. Aki tudott volna segíteni, hogy akar. That's why two weeks after my mom died. És két héttel azután, hogy anyukám meghalt. I went out to pray. What? I went out to pray. És akkor mentem ki imádkozni. Because I was not going to let anyone experience. Hogy nem engedtem, hogy bárki másnak a tapasztalása. What I experience. Hogy amit én tapasztalok, hogy az másnak. Nem akartam, hogy máshoz tapasztalja, amit én. Yeah. Ja, és akkor ő elkezdett imádkozni. Okay. Okay. Mások. Yeah. Yeah. So, yeah. Okay, so, yeah. Just quick question. So what did you experience in these 2 weeks? What you told that you didn't have any hope, right? So what did happen these 2 weeks that kind of changed your mind and sent you to the streets to pray? Or, what was the turning point? What was the turning point? Was it any? My key verse, if I could have anything. Mi változott meg az alatt a két hét alatt, hogy kimentél imádkozni? Was John 10:10. Vagy János 10:10. Thief came to steal, kill and destroy. Ugye a tolvaj azért, hogy lopjon. Jesus came to give life. Jézus azért, hogy life in abundance. Bővölködőt. So, in a sense, it was kind of that spirit of revenge. Ilyen szellemi bosszú. Of the devil. Az ördögön. Because he's taken. Mivel ő. What was precious to me. Elvette, ami nagyon drága volt számomra. So it might not have been the greatest of heart reasons. Hát nem egy olyan nagy, valami nagy nemes ok vezetett. But God will use anything. De Isten mindent tud használni. Okay. Yeah, God. Yeah, when you really see the enemy for who he is, you kind of really. Amikor igazán látod, hogy ez kicsoda az ellenség, akkor igazán. I think the saddest thing. Az gondolom, hogy a legszomorúbb dolog. You could ever do. For me, could ever hear. Amit én hallottam, vagy számomra. When people contribute, what is the devil onto? What is the devil to God? Amikor az emberek az ördögből csinálnak Istent, tehát hogy az Istennek ördögnek tulajdonítják, yeah. Istennek tulajdonítják az, ami az ördög. And when you realize who God really is, amikor felismered, hogy igazából kicsoda az Isten, a fire raises up within you. Szóval akkor. And you know. Mi akkor igen, ilyen megnyílsz vagy felemelkedik, tűzgyullad benned. And that's when you start fighting for the kingdom. És akkor harcolsz igazából a királyságért. And this kingdom where it's fun and play. Igen, és ahol a királyság van, az öröm és játék. Yeah. Amen. Help. Yeah. Okay. Okay. And this is for everyone. If you are sick, come on up. So, aki beteg, jöjjön előre most, jó? Okay. If you want to pray, come on up. Hogyha imádkozni akarsz, akkor is gyere ide. Because there are no ranking in